Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Január 3-a kihat október hónapra. Ahogy január 3-át átélitek, ezt az energiát, ezeket az eseményeket, hangulatokat, kapcsolatokat, automatikusan átviszitek október hónapra. Ezen a napon, illetve éjszakán szintén tartok egy szertartást. Ez segít abban, hogy szerencséd legyen október hónapban, de ez a szertartás kihat bizonyos témákra is, nem csak októberben, hanem egész évben. Itt ennél a szertartásnál a szerelemről van szó. Óv attól, hogy mások beleavatkozzanak a dolgaitokba, óv rivális hölgyek ellen is. Azon kívül ez a szertartás segít abban, hogy legyen egy boldog, tartós párkapcsolat. Szerencsét hoz a szerelmi élet területén. De nem csak a szerelemre hat ki, hanem általánosságban hozza a nyugalmat, a békét. Segít abban is, hogy megkapd az igazságot. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, amit eddig igazságtalannak tartottál, akkor itt javulni fog a helyzet. Persze kihathat bírósági ügyekre is. Segít abban is ez a szertartás, ha valamit ki akarsz építeni az életedben. Azon kívül kihat a szépségre, a te szépségedre, a nőies kisugárzásra, vagy arra is, hogy valamit megszépíts az otthonodban, a környezetedben. Mint mindig, ennél a szertartásnál is van gyógyító erő, és segít vese megbetegedéseknél. Az erő, amit kisugároz ez a nap, vagy október hónap, vagy ez a szertartás, ez a szeretet és a szerelem.
és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!